kezdődött a Hunyadi téli korcsolya pálya. Közmeghallgatás Terézvárosban. Munkarendváltozás a terézvárosi polgármesteri hivatalban. Wallenberg vetélkedő a 6. kerületben. Ajándék cirkuszi előadás terézvárosiaknak. Y kölcsönvet történetek. Könyvbemutató az 5-ös 10-ben. Ajándék színházi előadás az 5-ös 10-ben. Jan Zakata est a Benz úrházban. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Sokszínű és látványos műkorcsolya, jégtánc és szinkron korcsolya bemutatóval szórakoztatta az Újpesti Tornaegylet a Hunyadi téri jégpálya megnyitójára érkezett közönséget. Az esténként kivilágított, jó minőségű jeget november 29-től várhatóan a februári zárásig a terézvárosi gyerekek és felnőttek ingyen használhatják. Cseppet sem zavarta a didergős, hideg idő a Hunyadi téri korcsolya szezon nyitányára érkezőket, akiket a hagyományokhoz híven az idén is Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere köszöntötte. A polgármester szavaiból kiderült, a jégpálya használatának rendje ebben az esztendőben sem változik. Délelőtt a kerületi óvodásokat, iskolásokat, délutántól pedig felsőkorhatár nélkül azokat a Terézvárosban élőket invitálja nagy szeretettel az önkormányzat, akik szívesen koriznának egy kicsit. Negyedik alkalommal volt szerencsém megnyitni itt a Hunyadi téren az ingyenes jégpályát, ami tényleg nagyon nagy sikernek örvend. Az idő is most ennek megfelelő, de lesz itt majd hidegebb is, melegebb is. Minden esetben az volt a cél, hogy a telet azt még barátságosabb, még szebbé tudjuk varázsolni. És nem csak a jégpályával, hanem karácsonyfát állítunk, mindenki karácsonyfáját a megszokott helyeken, a Teréztemplomnál is, polgármesteri hivatalban, illetve itt is a zenepavilonban. Sőt, a meglepetés az idén az lesz, hogy miután majd felgyulladnak az Andrássy út, illetve a Terész körút fényei, a karácsonyi fények, itt a Hunyadi teret is gyönyörűen újjá fogjuk varázsolni. Eddig itt még nem voltak fényfüzérek, legalábbis nem olyan mennyiségben, mint aminek remélem, hogy csodájára járnak a későbbiekben a terézvárosiak. És hogy az ötlet honnan származik, ugye említettem, hogy negyedik alkalommal építettük fel a jégpályát, és 2014 nyarán a 40 fokos melegben született egyébként a jégpálya ötlete. Milyen jó lenne most egy kis hideg és egy kis jég, és innen a megvalósítás, meg az ötlet. Téli álom a jégen címmel mutatta be a kifejezetten erre az alkalomra készített műsorát az UTE korcsolya szakosztálya. A fellépők között a legkisebbek és a rangos versenyeken eredményeket elérő növendékek is helyet kaptak. A különböző hangulatú, stílusú produkciók nagy sikert arattak. Terézvárosba Szánkó helyett most is korcsolyán érkezett a Mikulás, aki rossz csont segítőjével ajándékokat osztott a jelenlévő gyerekeknek. Az önkormányzat munkatársai sem jöttek üres kézzel, forró tejával, pozsonyi patkóval és hókiflivel kedveskedtek a vendégeknek. A megnyitó után a diákok örömmel vették birtokba a jégpályát. Yeah, what a bright time.
Először is szeretnénk megköszönni a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy ismét itt lehettünk és felléphettünk ezen a csodálatos helyszínen. Ez most már a harmadik szezon, amikor mi nyitjuk meg a jégpályát, úgyhogy ennek nagyon örülünk, nagyon szeretünk idejönni, szerencsénkre az eső is elállt, úgyhogy ez egy jó élmény volt ismét. A korcsijelzőink az újpesti torna egyletből jöttek, és hát itt azért képviseltetve volt a műkorcsolya, a jégtánc és a szinkronkorcsolya, és ilyen pici kislányok is korcsolyáztak, úgyhogy az előadásunkat kifejezetten ide készítettük az önkormányzat kérésére. Eszter, hogy érezted magad, és mióta korcsolyázol? Hát köszönöm szépen én is a meghívást, én nagyon jól éreztem magam a jégen. Hát, hogy őszintén bevalljam, én 2 éves koromban voltam először jégen, édesapám tanított korcsolyázni, úgyhogy már egy jó 15-20 éve itt vagyok a jégpálya mellett, és erről szól a mindennapom és ez az életem. Hosszú irányú terveid? Huha, hát van bőven. Én nagyon szeretnék kijutni egy univerziádéra, illetve hogyha majd befejezem a versenyzői pályafutásomat, én edzőként szeretnék és koreográfusként tovább dolgozni a jégpálya mellett. Az újpesti torna egylet korcsolya szakosztálya most már 4. éve működik. Hát jelenleg olyan 60 főből áll a szakosztályunk, és igyekszünk a pont az elsős ágazati szakágakat mind megvalósítani, és ezért is hoztunk ide műkorcsolya, jégtánc és szinkron korcsolyázókat is. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen korcsolyázna, és hogy hívjon minket. Aztán mit jelent számodra a sport, a jég? Hát számomra ez egy életforma, és mert nekem ez hozzátartozik a mindennapokhoz, ezért el sem tudnám képzelni az életemet korcsolya nélkül. Én nagyon szeretek korcsolyázni, és igaziból ez a mindenem. Hát nem tudnék kiragadni, hogy egy dolgot, hogy mondjuk, hogy ezért vagy azért, hanem mindent szeretek benne, szeretek előadni, szeretem, amikor mások élvezik az előadásomat, én szeretem, hogy élvezem, és ezt szeretném átadni az embereknek, hogy én élvezem a korcsolyázást, és hogy teljes szívemből csinálom. Óvodás koromban is jártam hokira, de már befejeztem. Erre a pályára úgy 5 éve lehet, hogy itt jövünk korcsolyázni a családdal is, meg osztállyal is. Mit szóltatok ez a kezdeményezéshez, hogy Terézvárosnak is lett egy korcsolya pályája? Örülünk neki szerintem, mert ugye hát jó, hogy aránylag az iskolához is közel van egy korcsolyapálya, és hát jó, hogy ide is adunk ki, ami néha korcsolyázni. Miért szereted a jeget, a pályát? Hát szeretek korcsolyázni, mert jó érzés néha, egy kicsit úgy ezzel ki tudom engedni a gőzt, vagy kikapcsolni egy kicsit. Néhány fontos tudnivaló. Lakcímkártyája felmutatásával a pályát ingyenesen használhatja minden 6. kerületben élő lakos, illetve a Terézvárosi intézmények tanulói, diákigazolványuk vagy az intézmény vezetője által kiállított igazolásuk bemutatásával. A műjégpálya díjtalan igénybevételére jogosultak a kerületi intézmények dolgozói és családtagjai is. A nyitvatartás időpontja a naponta 8 és 20 óra között. Reggel 8-tól 12 óráig a Terézvárosi intézmények gyermekcsoportjai, 12-től záróráig pedig a városrész lakói hétvégén, ünnepnapokon és a téli szünetben a terézvárosiak bármely időpontban használhatják a Hunyadi téri korcsolyapályát. T
Terézváros képviselőtestülete az idei közmeghallgatást 2018. december 20-án csütörtökön 17 órai kezdettel tartja az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtér színháztermében. Az eseményen az önkormányzat a hagyományokhoz híven beszámol ezévi tevékenységéről, a terézvárosiak pedig feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményeiket, javaslataikat. Tájékoztatják a terézvárosi lakosokat, hogy az idén decemberben a polgármesteri hivatalban a munkaszüneti napok körüli munkarend és ügyfélfogadási idő a következők szerint alakul. 2018. december 14-én pénteken ügyfélfogadási idő reggel 8 és délután 18 óra között. 2018. december 15-e szombat, a hivatal zárva tart. November 27-én rendezték meg a Wallenberg nyomán című országos, felmenőrendszerű vetélkedő budapesti elődöntőjét. A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány által életre hívott versenyt az idén első alkalommal Terézvárosban a budapesti vendéglátóipari és humán SC Raoul Wallenberg szakgimnáziuma és szakközépiskolájának Riplőrónai utcai épületében tartották. Az ünnepélyes eredmény hirdetésen elsőként az intézmény igazgatója, Gavallér Nékancsal Ágnes köszöntötte a jelenlévőket, közöttük is a zsűri tagjait. A versenyt Raoul Wallenberg születésének évfordulója kapcsán hirdették meg először, és ez már a 10. alkalom, hogy a magyarországi és a határon túli középfokú oktatási intézmények tanulói összemérhetik tudásukat. A svéd Raoul Wallenberg azon kevesek egyike volt, aki a nácizmust és a kommunizmust egyaránt megszenvedte. Az oroszok hurcolták el, míg a nácik üldözöttjeit, a zsidókat menekítette. A Raoul Wallenbergről elnevezett egyesület által szervezett verseny fő célja a magyar zsidó együttélés és a holokauszthoz vezető út bemutatása, az ártatlanul üldözött és meggyilkolt magyar állampolgárok életének és szenvedéseinek megismertetése, hogy a vészkorszak emléke fennmaradjon és egyre inkább a nemzeti emlékezet részévé váljon. A szervezők fontosnak tartják azt is, hogy ezen konfliktusok jelenre vonatkozó hatásaival is foglalkozzanak a diákok. Mindezek szellemében a vetélkedő témakörei: antiszemitizmus, embermentés, rasszizmus, xenofóbia, tolerancia. A feladatok között szerepelt egy Facebook profil létrehozása, amelyben egy embermentőt vagy egy olyan érintettet választottak ki a csapatok, akinek kapcsolódása van lakóhelyükhöz vagy tágabb környezetükhöz. Emellett készíteniük kellett egy minimum 3, maximum 5 perces filmet a vetélkedő bármely témakörével kapcsolatosan, ami a 20.-21. század európai történéseihez köthető. A fővárosi elődöntő díjait Papp László Terézváros alpolgármestere adta át, aki egyebek között elmondta, hogy az önkormányzat örömmel támogatta a kerületben egy esztendeje működő iskolát. Emellett emlékeztetett arra is, hogy Terézváros és a budapesti zsidóság több tekintetben is egybe tartozik. Ma is több zsinagóga van a kerületben, tette hozzá Papp László, aki minden diáknak átadott egy Terézvárosi Anzix című képeskiadványt. A 2018-as Wallenberg nyomán vetélkedő regionális fordulóját először rendezzük meg itt a 6. kerületben. Mivel iskolánk egy éve költözött ebbe a kerületbe, Terézváros nagyon támogatóan lépett fel a kérésünkre, hogy támogassa ezt az országos vetélkedőt, amin különben határon túli csapatok is részt vesznek. Említsük meg Hassai Zsófia polgármester asszony nevét. Őt kereste meg a Raoul Wallenberg Egyesület abban a tekintetben, hogy támogassa ezt a rendezvényt. És miután szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt, hogy igazgató asszony is elmondta, hogy nyitotta meg kapuit az intézmény, nekünk első alkalom volt lehetőségünk egyáltalán támogatni ezt a rendezvényt. Ahogy a köszöntő beszédemben is elmondtam, nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöttük itt a diákokat az iskolában, ezen belül Terézvárosban.
és lehengerlő volt az a fajta tudás, amiről ők tanúbizonyságot tettek. Elmélyedtek ebben a témakörben. Szerintem a kötelezőn túl is utána néztek bizonyos dolgoknak. Itt most 11 csapat vetélkedett, egy csapat lehetett a győztes, de úgy gondolom, hogy mindenki győztesnek érezheti magát, aki ezen a rendezvényen most részt vett. Just wanna be alone with you. A Wallenberg nyomán című vetélkedő fővárosi elődöntőjét a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnázium csapata nyerte meg, így ők jutottak tovább az országos döntőbe. A Bethlen Gábor gimnáziumból évek óta részt veszünk a Wallenberg Egyesület által kiírt versenyen. Negyedik alkalommal veszünk részt ezeken a versenyeken. 2 évvel ezelőtt sikerült megnyerni, és ennek az iskolában akkora híre lett, hogy azóta tulajdonképpen 4-5 csapattal veszünk részt minden évben. Olyannyira, hogy már nem is tudunk egy regionális döntőn indulni, hanem most is 2 csapatunk Miskolcon indult, 3 pedig Budapesten. Ez nekünk egy kicsit hosszú utazás volt, de megérte. És hát így Miskolcon első, illetve 4. helyet értünk el, itt Budapesten pedig 1., 3. illetve 6. helyet értünk el a csapatokkal. Hogy készültetek? Többször volt példa rá, hogy az iskolában a csapatok közösen, vagy külön-külön elvonulva termekben tanultak, és mindemellett otthon külön, vagy valamelyik csapattagnál összegyűlve tanultunk, áttanulmányoztuk az internetes fórumokon, ami lehetséges tananyag volt, és a könyvekből is elég jelentős mennyiségű információt szerezhettünk. Milyen feladatok voltak? A képfelismerésektől kezdve a dátumokon át, hogy milyen időszakokon keresztül zajlott a zsidóságnak először a kiszorítása, aztán a kiirtása, onnantól kezdve egészen az embermentőknek a tevékenységéig zajlottak a feladatok. A Wallenberg Egyesület által kiírt versenyen évek óta, ugye ez csak az egyik téma, a holokauszt, de a zsidó kultúra éppen úgy szerepel benne, mint a roma kultúra, illetve az azzal kapcsolatos kérdések. Az iskolánkban gyakran vannak olyan projektek, melyek ezekkel a témákkal foglalkoznak, úgy vitanapok, mint mondjuk a Haver Alapítványnak az előadásai, és természetesen szívesen indulunk ezeken a versenyeken is, amelyek a holokausztról, emberi jogokról, empátiáról és hasonló dolgokról szólnak. Igazgató asszony, áruljuk el a kedves nézőknek, hogy hogy érzik magukat Terézvárosban? Nagyon jól érezzük magunkat, azt gondolom ez az egy év elég volt ahhoz, hogy megszokjuk ezt a környezetet, az épület csodálatos, nagyon jó környéken van, úgyhogy a diákjaink nagyon szeretnek ide járni. Ajándék cirkuszi előadásra várják a terézvárosi családokat 2018. december 15-én 11 órakor a fővárosi nagy cirkuszba, ahol a Szikramanók karácsonyi kalanda cirkuszban című előadást tekinthetik meg. A műsorban egy varázslatos történetet mesélnek el, mindezt a legkáprázatosabb cirkuszi attrakciók segítségével. Kínai lengőrúd, magas drót, levegő zsonglőr, dob zsonglőr, valamint tollaslabda, egykerekű és deszkaszám várja a nézőket. Mindegyik produkció egy fontos tanulságot mutat be, amely nem csak a karácsony értékeire tanít, de arra is, hogy mindennapi életükben is becsüljük meg egymást. Jegyek az 5-10 pénztárában nyitvatartási idő alatt, igényelhetők személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett. Y. Kölcsönvett történetek címmel jelent meg Brém Nagy Ferenc 3. könyve, amelyben elgondolkodtató és szórakoztató történetek segítenek a mindennapok dolgait értelmezni. 5 elbeszélés, címük egy-egy betű az ABC-ből. 5 kor, emberek, egymást érintő, egymást keresztező, egymásba hajló sorsok. Gratulálunk Ferinek, úgyhogy akinél van pohár, emeljük poharunkat erre a kötetre, hiszen nagyon sok időt telt el az előző könyved óta.
És mielőtt tényleg elkezdenénk a beszélgetést, és mielőtt tényleg háziasszonyi szerepkörbe helyezkednék, magánszemélyként és nőként szeretnék Ferinek köszönetet mondani a könyv téma választásait illetően, hiszen női sorsokról írt, nem kikerülve azokat a kényes pontokat sem, amelyeket nem nagyon szoktak leírni, és főleg férfiak nem szoktak leírni. Tehát ez különösen engem nagyon megfogott ebben a kötetben, úgyhogy köszönjük szépen. Erre majd kitérünk bővebben. Ezek a történetek azért izgalmasak, vagy nekem azért izgalmasak, meg gondolom, hogy az olvasónak is lehet, hogy ezért külön izgalmasak lesznek, mert önmagukban ebben a kötetben ez az öt történet, amelyik egyesével is szétvagdalható párhuzamos történetekre, meg történhetett volna így, de egy alatta egy indigón, ugyanazon a géppapíron, amit a szerző elbeszélő, aki legyen vagy fikció, vagy legyen maga brém, talált, és alatta az indigón érdekes módon nem a másolat van, hanem egy másik történet bontakozik ki. Tehát még egy történeten belül is akár három felé ágazódhat a dolog. A cím, hogy Y, nekem az is nem csak az egyenlő, a matematikai X egyenlő, és a többi ismeretlenek és ilyesmikre utal, hanem a beszédünkben is XY valaki, nem mondjuk meg, hogy ki, nem érdekes, hogy ki, XY valaki. A történetek elágazása is Y, és az Y egy-egy szára megint lehet egy Y, és eljutunk a tüdőig, az aortáig, a nyelvrendszeréig, vagy az agyunkig, amelyik kapcsolódik ezer módon. Nincs történet, amelyik nem ehetne vissza Egyiptomig, nincs történet, amelyik nem ehetne vissza a Szatirikonig, vagy nincs történet, egyetlen olyan történet nincs, ami a jövőben íródik, és ne lenne már meg a mai gyökere, a mai gyökérnek pedig ne lenne 2000 éves, 1000 éves, 100 éves, tudjuk, nem tudjuk, szerencsére nem kell az egész világirodalmat elolvasnunk ahhoz, hogy műveltek legyünk, mert minden évszázadban, minden évtizedben, minden évben ezrek és ezrek olvasnak, akiktől majd lopunk, másulunk, hatnak ránk, nem tudjuk, hogy hatott ránk, és a többi, ezer módon. Tehát nekem azért írtó izgalmas a Feri kötete, mert elénk tett valamit, amit Borges azt mondja, hogy az egész világ egy könyvtár, egy labirintus, és bármelyik szereplő, bármelyik pillanatából, bármilyen irányba ezer másik történetet indíthatnánk. Miért tagadjam, hogy a Brém Nagy Feri nem csak író kollega, hanem jó barát is? Ez a könyve pedig 17 év után a harmadik könyve, és egy olyan novellás kötet, ami szerintem egyrészt elgondolkodtató, másrészt írtó izgalmas, hogy a fikció és a valóság határán mozgó szerző hogy lavírozik a régmúlt igazságai és a fantáziája kínálta lehetőségek között. Nagyon klassz, mert izgalmas történetek, elgondolkodtató történetek és fordulatosak. Tehát olyan novellákat olvashat az olvasó ebben a könyvben, ami kényezteti. Szeretni fogják, mert kifejezetten olvasóbarát könyv. Ezek olyan történetek, amiknek valamilyen apropóból készülnek, tehát mindegyiknek van egy felütő sztoria, egy olyan, ami elmondja a keletkezés körülményeit. Ebből van öt darab ebben a könyvben, különböző nagy hosszúságok van benne, egészen hosszú. Én magam azt gondolom, hogy szükség van történetekre, ezekből értjük meg magunkat, a körülöttünk lévő világot, és ha kivesznek, akkor pont ezeket nem fogjuk. Ha gondolni kell róla valamit, amiért érdemes lehet leolvasni, az azért, mert azt abban reménykedem, hogy jó történetek vannak benne, olyan történetek, amik egyszerre gondolkodtatnak is, és egyszerre szórakoztatnak is.
jó olvasni őket, ugyanakkor nem múlnak el nyom nélkül. Tehát, hogy aki elolvassa, annak úgy van mivel foglalkozni fejben, gondolatban. Tehát, hogy az úgy talán egy kicsit tényleg a maga körött lévő dolgokra is rákérdez, elgondolkodik. Tehát mint minden irodalom, valószínűleg minden jó irodalom, ebben bízom. Ez ugyanúgy az öntudat felélelését segít, vagy segítheti. Ajándék ingyenes színházi előadásra várják Terézváros lakóit 2018. december 17-én 17 órakor az Ötvös 10 közösségi és kulturális színtérbe, ahol a Turay Ida Színház Hamu és Gyémánt titkok és érzések Cserháti Zsuzsa dalaival című előadását tekinthetik meg. A darab főszereplője Fehér Adrien, aki a való életben is szoros barátságot ápolt a művésznővel. Felhangzanak többek között a jól ismert cserháti slágerek, az Árva fiú, az Őrült láz, az Itt az éjjel, és persze a címadó Hamu és Gyémánt is, hogy egy estére újra elvarázsolják a közönséget. Jegyek az Ötvös 10 pénztárában nyitvatartási idő alatt igényelhetők, lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatása mellett. Janza Kata önálló estjére várták a kikapcsolódni vágyókat a 6. kerületi Benczúrház dísztermébe, baráti beszélgetéssel, humorral, csodálatos dalokkal, zongora kísérettel és meglepetés vendéggel. A művésznő most másodszorra volt vendége a háznak, ahova ez alkalommal is legkedvesebb dalait és musical részleteket hozta magával. Fellépett a Budapesti Operett Színház két művésze is, Kerény Miklós Máté és Pesák Ádám. Zongorán kísért Kovács Adrián. Szeretettel jöttem ide, második önálló estemet adom itt a Benczúrházban.
Az az igazság, hogy az első pillanatban, amikor beléptem ide, akkor azt éreztem, hogy itt otthonra leltem. Olyan barátságos volt, egyébként a terem is olyan bizalmat sugárzott, és azt éreztem, hogy ha én egyszer önálló estet adok, annak nem is tudnék tökéletesebb helyet elképzelni, és nagyon készséges volt mindenki egyébként itt a házból, és nagyon-nagyon örülök neki. Pontosan ilyen meghitt koncertekre való kis terem ez, és most már nagyon sok tervem van, hogy mennyi mindent szeretnék még itt a jövőben csinálni. Lesz még egyébként koncertem, ami már meghirdetett koncert, ugyanitt a Menczúrházban, mindig más sztárvendégekkel, egy ilyen idilli környezetben, úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és köszönöm szépen, hogy otthonra lelhettem ebben a gyönyörű házban. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!